A Magyar Vöröskereszt munkatársai rendszeresen szerveznek véradási akciókat mind Dunajvárosban, mind a vidéki településeken. Az erre vállalkozó emberek a szószoros értelmében életeket mentenek. Tóth Kálmán önkormányzati képviselő 18 éves kora óta rendszeres véradó. Eddig 131 alkalommal vállalta el ezt a feladatot, amely számok tekintetében közel 60 liter vért jelent, meg annyi embertársát segítve ezzel. 18 éves korom után a szerszámgépjavító üzemben dolgoztam azért a Dunai Vasműben, és ott ugye nagy kollektíva volt, és ott hagyomány volt a véradás, és ott kezdődött el ez a dolog. Gondolom, hogy ez az életemen végigkörsért ez a folyamat. Ugye utána, mint katonaként szabadságért az ember szívesen adott vért, az meg pláne, és utána meg közösségi szellembe is az egy fontos dolog volt a véradás. Én mindig is közösségszervező ember voltam, megpróbálom azt tenni, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. De talán az üzenete még nagyobb ennek a dolognak. Fett Katalin, a Magyar Vöröskereszt Dunajvárosi Területi Szervezetének vezetője elmondta, rendszeresen köszöntik az aktív véradókat. Nagyon nagy szeretettel köszöntöttük őt is, és valamint az összes véradónkat. Ez biztosan mindenki tudja, hogy minden évben meg szoktuk rendezni a hagyományos véradó ünnepségünket. Sajnos erre a tavalyi év folyamán nem került sor. Megpróbáltuk ezt úgy megoldani, hogy mindig az adott helyszínen, vidéken, térségben, amikor voltunk, és az ott jubiláló véradóknak a köszöntését nem felejtettük el. A helyieket vártuk egyesével ide fel az irodába, de úgy gondoltuk, hogy valóban 131-szeres véradót azért illik így megköszönteni. A területi vezető hozzátette, a koronavírus járvány ideje alatt sem csökkent a vérigény, a véradók száma viszont igen, de szerencsére a korlátozások enyhítésével újra kezdik elérni a szükséges számokat. A vérigény mindig ugyanannyi, tehát mint az megszokott időszakban. Most nagyon nagy segítségünkre van az, hogy újra visszaengedtek bennünket a Dunafer területére, a Hankok, tehát több olyan vállalat, valamint kistérségi központ is már újra szeretettel fogad bennünket, ezért utolértük magunkat. Tehát amennyivel nagyobb a vérigény azzal, hogy szabadabbak vagyunk, utazunk, mehetünk, de annak is nagyobb most már, elhárult az akadály afelől, hogy most már a megszokott mederbe folyjon a véradásunk. A Dunaújvárosi, illetve a vidéki véradási akciók helyszíneiről és időpontjairól mind az önkormányzat, mind a Vöröskereszt hivatalos oldalán részletes tájékoztatást kaphatnak az önkéntesen segíteni kívánók.